Ő itt Tesla. Az ő segítségével fogjuk bemutatni, hogy az ELTE etológia tanszék kutatói hogyan bizonyították, hogy a látszat ellenére a kutyák nem csak hogy értik a tárgyszavak jelentését, de az ezt támogató agyi és mentális folyamataik is hasonlóak ahhoz, amiket az embereknél látunk. Dr. Boros Mariannát, az ELTE etológia tanszékén működő neuroetológiai kutatócsoport kutatóját kértük arra, hogy segítsen nekünk megérteni a kutyák szóismeretét, és meséljen a sikerrel zárult kísérletről is, amivel ezt igazolták. A kutyák szókincse eléggé változó. Általában az ilyen parancsszavakat, instrukciós szavakat azért többet ismernek. Ami ritkaság a kutyáknál, az az, hogy tárgyaknak a neveit ismerjék. Egy-két tárgynevet szoktak ismerni, labda, frisbee, ilyeneket, de az, hogy sok tárgynak a nevét ismerjék, ez egy nagyon ritka jelenség. A tanszékünkön több éve folyik egy ilyen nagy ívű kutatás, amelyben Claudia Fugaza és Jenny Droll munkatársaim próbálják az egész világon felkutatni azokat a kutyákat, akik valóban több tárgyszót ismernek. És eddig azt gondoltuk, hogy gyakorlatilag ez egy nagyon ritka dolog a kutyáknál. Ha mondjuk neki, hogy hozza vissza, vagy bökjön rá, hány szót ismer egy kutya, úgy tűnik, hogy ez a ritka jelenség, mert lehet, hogy passzívan igazából több szót ismernek, mint eddig gondoltuk. Vagyis eddig csak közvetve tudtuk lemérni a kutyák viselkedéséből, hogy odahozza vagy nem az adott tárgyat, hogy érte egy szót a jószág. Hiszen lehet, hogy érti, csak ezt nem követi akció. Új tanulmányukban a kutatók ezért úgy döntöttek, hogy a kutyák passzív tudását fogják vizsgálni non-invazív EEG segítségével, mert korábbi tapasztalatuk szerint az agyi válasz mérése érzékenyebb módszer lehet a nyelvértés vizsgálatára kutyáknál, mint az eddig alkalmazott viselkedéses kísérletek. Úgy nézett ki, hogy a kutya bejött a gazdájával együtt a tanszékre, hozták magukkal a tárgyakat, ezek legtöbb esetben játékok voltak, de néha ilyen póráz, vagy flakon, vagy papucs hasonló dolgok, amiknek a nevét a kutya a gazda szerint ismerte. A kísérlet során a kutya feküdt egy matracon, a fején voltak az elektródák, mi rögzítettük az EEG-jelet, és a gazda pedig tőle elkülönülve egy paraván másik oldalán ült. Korábban felvettük a gazda hangján az ingereket, ami úgy hangzott, hogy serpa, nézd, labda. Ezt lejátszottuk a kutyának, majd a paravánon lévő elektromos ablak átlátszóvá vált, és megjelent benne a gazda, aki felmutatta a tárgyat. És ő vagy azt a tárgyat mutatta fel, aminek a neve elhangzott, vagy egy másik tárgyat. És azt vártuk, hogy ha a kutya valóban ismeri a szónak a jelentését, úgymond meglepődik, hogy egy másik tárgyat lát, és ezt látni fogjuk az EEG-jelben. Emberi kísérletekben a szó és a tárgy közötti eltérés érzékelését negatív EEG-jel kíséri, mely a bemutatástól számított 400. millisekundumban szokta elérni maximumát. A kutyáknál egy hasonló időbeli lefutású mintázatot tapasztaltak a kutatók, ami embereknél a szavak jelentésének feldolgozását tükrözi. A kutyáknál mért különbség nagyobb volt azoknál a tárgyaknál, melyek nevét a kutyák jobban ismerték, ami tovább erősíti azt az értelmezést, hogy az itt talált agyi mintázat valóban a kutyák szóértését tükrözi. Az, hogy a kutya mint faj az emberhez hasonlóan általánosságban képes referenciálisan érteni a szavakat, alapvetően megváltoztathatja, ahogyan a kutatók az ember nyelvhasználatának egyediségéről gondolkodnak. Ez a kísérlet és az eredményünk azért fontos és érdekes, mert korábban vagy nagyon kevés kutyával sikerült kimutatni, hogy valóban érti a tárgyszavakat, vagy voltak más fajok is, de ezek ilyen egyedi esetek voltak, ismertek a csimpánz, gorilla, vagy Alexa papagáj esete. Viszont az, hogy ez egy faj szintjén jelen van ez a képesség, ez gyakorlatilag most sikerült nekünk először kimutatni, ugyanis a kutyák esetében az, hogy láttunk ezt a különbséget a megegyező és nem megegyező szavak között, ennél nem számított az, hogy hány szót ismernek a kutyák. Tehát azt feltételezzük, hogy ha ismerik egy szó jelentését és azt értik, akkor valóban azt úgy értik, ahogy az emberek. Az eredmények azonban további kérdéseket is felvetnek.
nem tudni, hogy a kutyák referenciális szóértési képessége fajspecifikus jelensége, vagy más emlősöknél is jelen lehet. Illetve az sem biztos, hogyan alakult ki ez a képesség, és összefügg a kutyák domestifikációjával. Annak a megválaszolása is várat magára, hogy ha a kutyák az emberekhez hasonlóan értik a tájszavakat, akkor miért okoz nekik nehézséget elsajátítani azokat? Ezekre a kérdésekre további kísérletek adhatnak válaszokat.